A gondozási központ minden olyan szolgáltatást üzemeltet, mely hagyományosan segítséget nyújt az időseknek. Bátaszéken is ugye a hagyományos 4 szolgáltatásunk mellett, ami az étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a klub szolgáltatás, most egy új segítési forma is az önkormányzat révén bejött a szolgáltatások közé, ez pedig a 70 év felettiek bevásárlási szolgáltatása, ami azt jelenti, hogy ha valaki jelentkezik hozzánk a megadott telefonszámokon, 70 év feletti, és szeretne szolgáltatást kérni bevásárláshoz és gyógyszerkiváltáshoz, akkor ebben önkéntesek bevonásával tudunk segíteni. Azok az idősek, akik a klub rendszeres tagjai, most nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen elmarad életükből a társas kapcsolat, ami hosszabb távon mentális problémához vezethet. Főleg a klubos időseinktől hallom, akikkel azért rendszeresen tartjuk a kapcsolatot. Nagyon hiányzik nekik a közösség, hiányoznak a megszokott programjaik, hiányzik az, hogy találkozzanak, és azok a beszélgetések, amik azért jellemzik az ő kapcsolattartásukat, nyugodtan zajlódhassanak. Hát erre most ugye nincs lehetőség, vagy nem abban a formában van lehetőség, ahogy eddig. Telefonon igyekszünk tartani velük a kapcsolatot. Ahogy hallom, ők is tartják egymással a kapcsolatot, tehát várakozunk és várjuk, hogy elmúljon ez a veszélyhelyzet. Egyre többen ismerik fel, hogy rendkívül fontos az, hogy betartsák a járvány terjedését lassító intézkedéseket, hogy maradjanak az otthonukban, a levegőzést azt oldják meg az udvaron belül, tehát azt gondolom, hogy egyre többen felismerik ennek a jelentőségét, és egyre többen kérnek segítséget. Ez abból is látszik, hogy míg a szerdai bevásárláson, ahol önkénteseinkkel ugye tudtunk segíteni, és ezúton is szeretném megköszönni az óvoda támogatását is ebben, és valamennyi önkéntes segítségét, akkor heten jelentkeztek, ma már pénteken, hogy újabb kiszállítási nap van, 11-en jelentkeztek erre a szolgáltatásra, és tudva azt, hogy Bátaszéken majdnem 1000 fő a 70 év felettiek száma, azt gondolom, hogy ez a szám és ez a segítségnyújtási forma egyre bővülni fog. Egyelőre kellő számú önkéntes áll rendelkezésre, de egészen biztos, hogy hosszú távon újabb vállalkozók bevonására lesz szükség. Nagyon pozitív tapasztalat volt számunkra is, hogy első szóra majdnem 20-an jelentkeztek, ahol egyetemisták is vannak, háziasszonyok is vannak, óvónők is vannak, úgyhogy nagyon-nagyon gyorsan sikerült mozgósítani az embereket. A gondozási központ szolgáltatásai továbbra is elérhetőek. Házi segítségnyújtás, a gondozóink ugyanúgy kijárnak az időseinkhez, az étkeztetést is továbbra is biztosítjuk, ugye ezt térítési díj ellenében történik. Ez a bevásárlási szolgáltatás, ez jelenleg ingyenes és utólagos finanszírozású, tehát utólag fizetik meg az ellátottak a szolgáltatásnak a díját. Egyre többen vannak, most már kevesebb az a hang, aki bagatelizálja és azt mondja, hogy ez nem is egy valós történet. Egyre többen vannak, akik átlátják, hogy valóban itt arról van szó, hogy az időseinket meg tudjuk védeni ettől a járványtól.